Az alma a legtöbbet termelt gyümölcs világszerte. Az elmúlt bő 50 évben megötszöröződött az alma mennyiség. Az Európai Unió termelése azonban becslések szerint közel 500 ezer tonnával csökkent a megváltozott klíma miatt. Más a helyzet Kínában, ahol bár ugyanúgy csökken a termőterület, mint az EU-ban, a terméshozamot tudják növelni. A magyar piacnak azonban emiatt nem kell aggódnia. Az ország alma termelő területének kétharmada, körülbelül 15 ezer hektár vármegyénkben található, ez pedig elegendő almát termel. A belföldi igényeket meghaladja az étkezési alma mennyisége, és ezzel némelyik években problémák is vannak. Mi akkor kerülünk jó pozícióba, ha Lengyelországban 1,5 vagy 2 millió tonna kiesik a termelésből, mert egyébként ők itt szeretnék a felszabadult mennyiséget értékesíteni, és ez nagy piaci zavart okoz, úgy, hogy nálunk megterem minden évben, sőt még azt mondhatnánk, hogy több is, mint az is szükséglet. Most egy 120-150 ezer tonna körülbelül az, amire az országnak szüksége van, és hál' Istennek 200-at is meghaladja az étkezési minőség itt Magyarországon. A világpiacnak majdnem harmadát a lengyel alma adja, idén azonban akár 30%, vagyis mintegy 1,5 millió tonna termés is hiányozhat. Magyarország almatermelése egy jó évben eléri a 500-550 ezer tonnát, és a Magyarországon a mérkezési célú a 100-120 ezer tonna. Nagyjából ennyi, amit előállítunk, és ennyi, amit ugye a magyar emberek megesznek. Egyfőre jutó almafogyasztás így 10-12 kiló, szóval ha nincs export, nincs import, akkor minden magyarnak jut elegendő mennyiségű alma a magyar termésből. De nem csak az étkezési alma termesztése jelentős a vármegyében, körülbelül ugyanakkora arányban van jelen a léalma is. Az egyik feldolgozó üzemben például már holnap elkezdődik a léalma felvásárlása, és a megye többi üzeme is napokon belül megkezdi ezt a folyamatot. A korai tavasz miatt ugyanis korábban érik be a gyümölcs, vannak fajták, amik már hullanak. A szakemberek azt mondják, a sokak által ismert és kedvelt Jonathan fajták is jóval korábban érnek majd. Az október helyett már szeptember elejére várják a termést, és ugyanez a helyzet a többi fajtával is. Még mindig az idered a meghatározó, hiszen annak a termesztése az egyik, hát nem azt mondom, hogy könnyű, de attól függetlenül, de egy termés biztos, a tárolása jó tárolható, megbízható a termésnek a nagysága, és ezért a termelők szeretik is természetesen, de itt vannak azért az új fajták is, a Red Yona Prince-ek, a Starkingnak a különböző klónjai, ugye a Yonagornak a különböző klónjai, ezeket is most már termelik a megyében több helyen. Az új fajták termesztése időnként új technológiákat és új területeket is igényel, és sok korábbi ültetvény is felújításra szorul. A növekvő termésmennyiséghez pedig újabb tárolókra és feldolgozó egységekre van szükség. Éppen ezért a kormány új pályázati lehetőségekkel segíti a hazai agrárium megújítását. Ennek pedig kiemelt területe a kertészet. A kertészet ültetvény telepítés pályázatnak a meghirdetés időszaka, amikor kezdődhet ennek a benyújtása, fizikailag megkezdődik elektronikus úton a kéremek benyújtása, szeptember 10-től érhető a gazdálkodók számára, egy 25 milliárd forintot meghaladó keretösszeggel kerül meghirdetésre. Míg az üveghűtőházak, fóliaborítású növényházak, burgonyatárolók létesítésére szeptember 24-től nyílik lehetőség egy 50 milliárd forintos keretösszeggel. Addig is az almatermesztők bíznak abban, hogy az időjárás már nem szól közbe, és a jelenleg várt almatermést tudják majd szüretelni.